Ritka az a sportban, amikor egy mérkőzés után a győztes csapat edzője legalább annyira, szinte mindennel elégedetlen, mint a vesztesé. És ennek nyomatékosan hangot is ad. Márpedig ez történt a Paksi FC Diósgyőri VTK NB1-es meccs után. Annak ellenére, hogy csapata összességében rászolgálta a játék képe alapján az egygólos, vagyis a 2-1-es győzelemre, Bognár György, a PFC vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy legszívesebben a kukába dobnánk, hogy szó szerint idézzük, ezt a meccset. Hozzátette, mivel a rájuk eddig minden meccsen jellemző offenzív, letámadásos futballból, a vele párosuló pontos passzjátékból szinte semmi sem köszönt vissza, ezért roppant csalódott a megszerzett 3 pont ellenére. Olyannyira, hogy vissza se fogja nézni ezt a meccset, jegyezte meg. A Tolna Táj és a Pannon TV tudósítója a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón felvetette, nem történhetett, hogy a fél tucat délszláv játékossal megerősödött miskolciak ugyanúgy elrontották a PFC játékát, mint tették néhány nappal korábban a Ferencvároséval, miután a bajnokság eddigi legnagyobb szenzációját előidézve megverték a bajnoki címvédőt. Bognár György ezt sem fogadta el egyfajta felmentő magyarázatként. A Diósgyőri játéka nem érdekes. Amikor a saját csapatod nem tudja a saját elképzelésedet megvalósítani, nem tudja a saját játékát játszani, akkor tök mindegy, hogy az ellenfél mit csinál. A Diósgyőrnek semmi köze nem volt ez a játékhoz. Noha a Fradihoz képest nyilván nyíltabban játszottak, és ez így normális, tehát szerintem jó felfogásba próbáltak ők játszani, és ez a jövő náluk is, hogy föl kell vállalni nyilván több játékot, mint a Fradi ellen. Ez természetes, ebben nem a Diósgyőr hibázott, mi játszottunk rosszul. Én csak a saját csapatomat tudom elmarasztalni, az ellenfélnek ez nincs köze. Nyilván jobb nyerni, mint kikapni, de egy ilyen színvonalú játék százszor jobban megvisel, mintha jó játékkal kikapunk. A tabella utolsó diósgyőriek új horvát vezetőedzője pedig azért volt roppant csalódott, mert mint nyomatékosan hangsúlyozta, a Paksi játékából, az ő egyedi stílusukból egész héten alaposan, maximálisan felkészültek. De abból, tette hozzá, vajmi keveset tudtak a támadó játékban megvalósítani. Adott hangot csalódottságának Zorán Zekics. Paksi, of course. Az első félidőben nagyon alacsony energiaszinten játszottunk, akár 10 játékos is lecserélhettem volna, és magamat is beleértve. A hármas félidei cserében ezen próbáltam változtatni, de alapvetően nem sikerült többet és veszélyesebben támadni, ami roppant elkeserít. Mondta a DVTK edzője. Amúgy a DVTK szekszárdi származású, gyakran hazatérő játékosa, a támadó középpályás Márkvár Dávid azért látott némi fényt az alagútban, mindamellett, hogy edzője kritikájával is tudott azonosulni. Ma nagyon rosszul védekeztük le ugye az első fél időben a 2 pontrugást. Ugye azután kaptunk gólt, ha jól tudom, az első les volt. A második pedig egy szögletgól, ugye. De hát a második fél időben azt gondolom, hogy a cseréig nagyon jól szálltak be, a második fél időben nagyon jó szellembe jöttünk ki, úgy, ahogy az elsőben is kellett volna játszani. Abszolút megvolt a reális esélyünk az egyenlítésre, de hát még egyszer mondom, a mi helyzetünkben nem lehet egy fél idő előnyt adni senkinek. Miskolcon él a szekszárdi UFC-ben nevelkedő focista, de Szekszárdot tekinti otthonának. Mai napig ugye Szekszárdon élek, illetve a családom is. Most egy kicsit távolabb, de nyilván ugye itt születtem, meg haza idejövök Szekszárdra, úgyhogy magam részéről köszönöm szépen, jól érzem. A szakmai közérzete persze attól lenne igazán jó Márkvár Dávidnak, ha a DVTK végre elmozdulna az utolsó helyről.